Sziasztok! Úgy élje világban, mintha nem benne élnie. Tiszteld a törvény, de állj fölötte. Légy gazdag, de higgyenek koldusnak, se kell. Könnyű szívvel dobd el mindened. Ez jutott most eszembe, meg hát nyilván a karácsony. Egyrészt úgy elég távol vagyok az otthonomtól, úgymond magyarul, tehát a szülőhazámtól. De hát még itt érzem magam otthon most, úgyhogy, tehát otthon vagyok. Viszont nem abban a klasszikus értelembe vett családban ünneplek. Ugyanakkor azok a növények, és végül is állatok vesznek körül, amiket tulajdonképpen mentettem, és ők az én családom. És egy csomó világom kivirágzott most. Hát most már sötét van, most nem kezdek egy izét videózgatni videókat, de fönn vannak a csoportjaimban, akit érdekel, hogy megnézi. Még harangvilágom is van, ami nem harangvilág, egy eleven szülő növény. Most elfejtem, sarjacska vagy sar, tudom, valami, de nagyon szép. Van egy szófogadó pókom, ami reggel kérésemre lebontotta a bejáratomtól a pókhálóját, és áttette máshová. Hihetetlen nagy élmény volt. Erről is fenn van a videó minden csoportban. Most már felteszem a YouTube-ra is. Hát az valami fantasztikus nagy élmény volt hajnalban. Mondom, miért ide építetted a hálódat, az Isten áldjon meg. És fogta a pók, és titiri, és így összette, az egészet összette. Valami hihetetlen volt. A karácsony egyfajta csoda. Hát nekem addig volt az, amíg gyerek voltam, és a szüleim még együtt voltak, és mi is együtt voltunk, ugye a család, addig volt csoda, utána már annyira nem. Utána már egy ilyen idegbetegség, egy ilyen pénzköltési mánia, zabálási mánia, hát, na mindegy, igazából már az utóbbi időben nem éltem meg jól a karácsonyt. Viszont azóta arra törekszem, hogy minden nap karácsony legyen. Minden nap varázslat. Ehhez igazából két dologra volt nagyon nagy szükségem. Az egyik, hogy megtanuljak elengedni. A másik pedig, hogy ne várjak senkitől semmit. Onnantól kezdve, hogy csak arra alapozok, vagy arra számítok, hogy én teszem magamat boldoggá, én okozok magamnak örömet. Nem várom el magamtól, de mindent megteszek érte. És ezért nagyon jól tudom megélni, amikor meglepem magam igazából a karmámmal. Tehát jót teszek, és jó dolgokat kapok vissza. Gondozom az állatokat, és szeretnek. Gondozom a növényeket, és világba borulnak. Szóval már nem arról szól az ünnepem, hogy kinek mit tudok venni, és nekem ki mit vesz. Vagy miket tudok majd enni. A tojásrántottát fog szerintem enni, de nem tudom még, mert az még majd holnap lesz. De biztos valami finomat. Májkrémes kenyeret is akár. Jó, van májkrémem is, meg kenyerem is. Szóval, én szerintem akkor lehet elmondani azt, hogy jól sikerült az ünnep, amikor úgy tudsz hátradőlni mondjuk egy fotelba, nem a tévé előtt, hogy hát most is hallom az óceán morajlását, nem vagyok csalódott, és elégedett vagyok mindennel. És már alig várom, hogy holnap, mikor fölébredek, akkor milyen csoda fog velem megint történni. Valamelyik nap pont rám világított a nap. Nyilván valami fénytörés, vagy valami párás levegő, vagy kalima, vagy porra levegőbe, vagy én nem tudom. Teljesen mindegy, arról is tettem fel videót egyébként.
Ma reggel át ez a pók, hát ez valami iszonyat nagyon komoly élmény volt. Hát azt a videót, ha nem néztem meg 15-től, azóta annyira hihetetlen. Az Isten áldja meg, miért ide raktad? És a pók fogta, és összeszedte. Szeretem a köveimet. Hát ezek a legyek, őket még mindig annyira nem tudtam megszeretni sajnos. Már most két légy papír is van. Nem fúj a szél, és ilyenkor nagyon sok légy van. Elfoglalom magam, de mindig annyit teszek, amennyit bírok, amennyihez kedvem van, amennyit szívesen csinálok. Nagyokat sétálunk, nyilván a kutyámmal. Jól élem meg a napokat, és tiszta szívből kívánom mindenkinek karácsony alkalmából, hogy legalább úgy élje meg a mindennapokat és a karácsonyt, mint ahogyan én. Bízom benne, hogy sokatoknak sikerül majd rálépni arra az útra, ami lehet, hogy úgy néz ki, mintha lemondásokkal járna, de ha megérzitek annak az ízét, annak az örömét, amit én úgy hívok, hogy lelki örömök, megértitek azt a sok-sok dolgot, amit elmondtam nektek a néhány videóba, hogy nem reszketni a holnap miatt és a holnapért és a holnaptól, elfogadni mindent úgy, ahogy van, nem harcolni semmi ellen, főleg a megváltoztathatatlan dolgok ellen, most direkt nem kezdek el belemenni mindenféle ilyen oltási baromságokba. Nem foglalkozni semmivel, ami számodra nem fontos, mert egy lélek vagy, magadnak te vagy a legfontosabb, igen, vannak melletted más lelkek is, de mindig önálló lelkek maradunk, leszünk, voltunk, vagyunk. És ha csak arra törekszel, hogy úgy kapj örömet, hogy te másokért és másoknak mindent megteszel, és így kapsz viszonzást, felbecsülhetetlen, és egyszerűen felmérhetetlenül sok örömet, pozitív energiát, és ezzel együtt összességében boldogságot kapsz, nyersz. Tehát, ha sikerül nektek is megérteni és megtapasztalni, mi az, hogy elvárások nélkül élni, mi az, hogy önzetlenül szeretni, önzetlenül adni, akkor szép lassan megélhetitek azt a csodát, amit én most már napi szinten minden nap tapasztalok. Olyan dolgokra van időm, tehát olyan dolgokat tudok észrevenni, amik mellett egy rohanó, kapkodó, idegbeteg világban ügyet se vetettem volna, meg nem is értem volna rá nagyon videózgatni egy pókhálót például. És beszélgetni egy pókkal. De most ráérek. Mindenre. És ez így van rendjén. Tehát nagyon-nagyon boldog, békés karácsony kívánok mindannyiótoknak. Igazi lelkörömöket kívánok mindannyiótoknak. És ezáltal egy nagyon boldog életet és jövőt. Mindenkinek minden jót, sziasztok!